Sziasztok! November az én szülinapi hónapom. Én egy ilyen borongós és hideg hónapban születtem. És arra gondoltam, hogy szülinapi ajándékként próbálok érdekes témákat hozni nektek. És ez a mai, ez kifejezések gyűjteménye lesz. Ugye az angolnak az egyik legizgalmasabb része ez a kifejezések dolog, mert ezt igazából csak a hétköznapi életből, a gyakorlatból tudjuk elsajátítani. Nagyon nehéz ezeket könyvből kiolvasni, persze internetes forrásból, meg filmekből tudok találni ilyen dolgokat, de a legjobban a gyakorlatban lehet ezeket megfigyelni és elsajátítani, azért is, mert elég sokat változnak, és azért is, mert mindeniknek megvan a saját helye, ideje és használati módja. És ezért mai nap a randizással kapcsolatos kifejezéseket hoztam nektek. Összeválogattam néhány olyan alapkifejezést, amit a randizással kapcsolatban nagyon gyakran használnak. Tehát, ha téged is érdekelne néhány olyan kifejezés, amiket itt Észak-Amerikában a randizással kapcsolatban használnak, akkor ne menj sehova, mert most ezek következnek. Az első kifejezés rögtön az lesz, hogy hogyan hívjunk el valakit randira. Angolul. Ez pedig úgy hangzik, hogy to ask someone out. To ask someone out. Ryan wants to ask out a girl from school. Ryan wants to ask out a girl from school. It's Ryan el akar hívni randira egy lányt az iskolából. Tehát ask someone out, valakit valahova elhívni, hogyha randizni szeretnék hívni moziba, vagy sétálni, vagy bárhova máshova. A második kifejezés az lesz, hogy mi van, hogyha a másik ezt elutasítja. Tehát azt mondja, hogy köszönöm, de nem. Ez pedig úgy hangzik, hogy turn someone down. Turn someone down. Tehát ha az előző történethez ragaszkodunk, akkor the girl turned Ryan down. The girl turned Ryan down. Tehát a lány elutasította Ryant. Így járt sajnos. Ha pedig valakivel elmész valahova, tehát mondjuk randira mész vele, akkor itt már nagyon sokféle módon lehet mondani, és akkor mondom az elsőt. Jennifer is going out for dinner tonight. És akkor ez a go out with lesz a kifejezés. Most a go out with az lehet romantikus, és nem romantikus is. Tehát azt is mondhatod, hogy I'm going out with my friends. I'm going out with my friends. Tehát elmegyek valahova a barátaimmal. Nem feltétlenül kell ennek egy randinak lennie, de azt is így mondjuk. Aztán, hogyha valakivel találkozgatsz, hogyha valakivel randizol, akkor azt is mondhatjuk, hogy go out with, de akkor folyamatosban fogjuk mondani. Tehát, hogyha azt kérdezed valakitől, hogy most jár-e valaki mással, jár-e valakivel, akkor az így hangzik, hogy are you going out with anyone? Are you going out with anyone? Tehát jársz-e valakivel. Na most ez az egész járás, és ez az egész randizás, ez egy szó köré eléggé csoportosul, ez pedig a date, amit biztosan hallottatok már. A date-nek az az érdekessége, hogy a date az lehet főnév. Ami pedig ugye azt jelenti, hogy valakinek a, ezt magyarul én nem mondjuk, de valakinek a randi partnere. Tehát, hogyha megkérdezed valakitől, hogy kivel megy mondjuk a partira vagy a buliba, akkor az így hangozhat, hogy who is your date for tonight? Who is your date for tonight? Tehát ki az, akit hozol magaddal? Who is your date? És akkor ugye ez egy főnévként használjuk. Ha pedig igeként használjuk, akkor működhet úgy, hogy to be dating someone. Ennek pedig a párja, vagy az alternatívája az a to be seeing someone. Figyelitek, mind a kettő folyamatos. Tehát Tom is dating a girl from the office, vagy úgy is mondhatjuk, hogy Tom is seeing a girl from the office. Mind a kettő azt jelenti, hogy Tom az irodából egy lányon jár. Tehát is dating, vagy is seeing. Tehát folyamatosban használjuk. Ha valakire azt mondod, hogy I'm dating him or her, or I'm seeing him or her, akkor ez azt jelenti, hogy rendszeresen randizol és találkozgatsz vele. Tehát ő vele találkozgatok. És ahogy mondtuk, főnévként is. Tehát he is my date, she is my date, akkor ő a, hát ő az, akivel randizom, vagy ő a randi partnerem. Valahogy így használjuk.
Aztán a harmadik változata, vagy a harmadik használati módja a date-nek, az az, hogy maga a randi is date. Tehát ha azt mondod, hogy I'm going on a date, akkor az azt jelenti, hogy randira megyek. Tehát I'm going on a date. Vagy you look so nice, are you going on a date? Olyan jól nézel ki, randira mész. So, a date, ugye volt a randi partner, maga a randi, a randizni, és elmenni egy találkozóra valakivel, erre mind jó a date. És ugye amikor folyamatosban használtuk, és azt mondtuk, hogy dating someone, akkor azt is használhatjuk helyette, hogy seeing someone. Még két ide tartozó alapszóval készültem nektek mára. Az egyik a flirt, ami ugye magyarul is létezik, csak egy kicsit másképp ejtjük. So to flirt, az a flirtölni. So she is flirting with everyone. Mindenkivel flirtöl ez a lány. She's flirting with everyone. És azt is szoktuk mondani, hogy she's a flirt. Na, ezt már így magyarul nem nagyon mondjuk, vagy she's a big flirt. Vagy he's a big flirt, azt is lehet. Ami pedig azt jelenti, hogy egy nagy, hát egy nagyon flirtölős valaki ez az illető. És az utolsó kifejezés, amit hoztam a randizással kapcsolatban, az pedig a csókolózásra, az, hogy kissing, azt a csókolózásra így nem annyira szokták használni. Azt szokták használni, hogy make out. They are making out in the car. Az autóban csókolóznak. És azt ahelyett, hogy they are kissing the car, mert azt nem igazán. Jó? Tehát they are making out. To make out, az a csókolózni. They are making out in the car. Bízom benne, hogy ezzel a rövid kis videóval sikerült érdekes kifejezéseket hoznom nektek mára. Hogyha szeretnétek még több ingyenes anyaghoz hozzáférni és egy nagyon jó közösséghez csatlakozni, akkor mindenképpen kattintsatok a lenti linkre az infoboxban, és csatlakozzatok a zárt Facebook csoportomhoz, ahol többek között lehetőségetek lesz befolyásolni azt, hogy ezekben a videókban és a Facebook Live videókban miről fogok beszélni. Hogyha szeretnétek még ilyen élőbeszédből származó kifejezéseket itt a videóimban hallani, akkor mindenképpen jelezzétek a kommentekben. A legközelebbi alkalomig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!